Jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy ilyen szép számmalban összegyűltünk. És a zenről lesz szó természetesen, illetve arról, hogy mi az, ami benned hallgatja a zent, mi az, ami ebben a világban működik, és mi az a törvényszerűség, amit követünk. Ezzel a törvényszerűséggel kezdeném. Mi a dolgok működési rendje? Kérdezheted. Milyen törvényeket követ a világ? Milyen törvényeket követ az ember? Azokat a törvényeket követjük, amelyek ilyen vastag könyvekben vannak, és ráütöttek valami pecsétet? Amiket mi alkottunk, azok olyanok, hogy mind követhetők és követendők? Mely részét követed, és mely részét nem? Mely részét érzed a magadénak, és mely részét nem? Hol vannak azok a törvények, amelyek mindenkire igazak, akármit hiszel, akármilyen nyelvet beszélj, akármilyen kultúrában légy? Ennek a törvénynek és működésnek van egy neve, amit mi használunk, és van még sok más neve, amit mások használnak, ez a dharma. A dharma az egy szanszkrit szó, amely a dolgok működését jelenti. Jelenti magát a dolgokat is, és jelenti azt, ahogy ezek a dolgok összefüggenek és működnek. Tehát az ok és az okozat törvénye, amely ebben a világban általunk ebben a testben tapasztalható, ez a törvény a dharma. Ez teljesen független attól, hogy te mit gondolsz magadról, mit gondolsz a világról, minek hiszed magad. Az, hogy az alma lefele esik, az a gravitáció törvénye. Az, hogy a hangokat meghallod és megérted, az a tudatod törvénye. Az, hogyha éhes vagy és eszel, az az emésztőrendszered és a szervezeted törvénye. Mi az a törvény, amit felismerünk, és nem megalkotunk vagy elkészítünk? És itt van a különbség a gondolkodó és a felismerő tudat között. A gondolkodás önmagában nem rossz, de nem is jó. A gondolkodás önmagában egy eszköz, és az a kérdés, hogy hogyan használod. Ha ragaszkodsz a gondolkodáshoz, akkor a gondolkodás ural téged. Ha nem ragaszkodsz a gondolkodáshoz, akkor te használhatod azt. Az a felismerés, hogy a dolgok hogy működnek, az emberiségnek, mint csoportnak évezredekig tartott és fog tartani. Tehát az első olyan ember, aki feltette a kérdést, hogy miért esik az alma lefele, az Isaac Newton volt, és még nem is telt el 400 év azóta. És az az érdekes, hogy ez az ember egy teljesen új törvényszerűséget ismert fel, és egy új fizikát alkotott. Úgy tűnik, hogy a kigondolt törvényekkel sokkal nagyobb a bajunk, mint a felismert törvényekkel. A felismert törvényekhez meg lehet érkezni, fel lehet őket ismerni, el lehet őket fogadni. A kigondolt törvényeken vitatkozunk. Vagy szeretem őket, vagy nem. Vagy elfogadom őket, vagy nem. Vagy követem őket, és akkor jól érzem magam, vagy nem, és akkor vállalom a következményeit. A Buddha törvényének vagy dharmájának egy alapvető felismerés a talpontja, a fundamentuma. És ez az, hogy ezen a földön van szenvedés. Ebben a testben, ahogy megszülettünk, felnövünk és meghalunk, ebben a folyamatban van szenvedés. Tehát a szenvedés ténye az elkerülhetetlen és tagadhatatlan. Már ennek a felismerése is elég nagy munka. Annyira keressük a boldogságot,
a megnyugvást, az állandóságot, a feltétel nélküliséget, a szeretetet, hogy nem vesszük észre, hogy közben ennek az alapja nagyon más, mint amit gondolunk, vagy szeretnénk. Tehát a szenvedés ténye az, hogy mulandóak vagyunk, az, hogy feltételhez kötött életet élünk, sok-sok feltételhez kötött életet élünk. Az, hogy nem tudunk tökéletesre csinálni semmit. Ez a szenvedésnek a törvénye. Amit megkaptál, azt el is veszíted, ami megjelenik, az el is tűnik. És ez alól nincs kivétel. A második ilyen talpont a négy nemes igazságból, az ennek az oka. De a szenvedésnek van oka. Nem önmagától létezik, hanem ezt mi hozzuk létre. És hogyha meglátjuk a szenvedés okát, akkor meglátjuk a szenvedés megszüntetését is. Ez a harmadik nagyon fontos alap. És akkor mehetünk a megszüntetésének az útján is. Ezek olyan törvények, amelyek minden érző lényre igazak. És mi mindannyian ezek vagyunk. Testbe született tudatok, autóba ült vezetők, olyan emberek, akik a járművükkel valamerre tartanak. Csak tudjuk-e merre? Felismertük-e, hogy mi hogy működünk? A mostani tanítások nagyon nagy része nem ezzel a négy alapvető felismeréssel kezd. Valami olyannal kezd, amit te most akarsz, amit vársz, ami a szemedben van, hogy hogyan lehetne kicsit boldogabbnak lenni, nyugodtabbnak lenni, kiegyensúlyozottabbnak lenni. Ez egy olyan kérdés, hogy hogyan lehetne az autópályán egyenesen, gond nélkül haladni. Igen, de ha le van zárva az út, ha fel van robbantva az útpálya, ha közlekedési dugó van rajta, akkor ezt nem tudod megtenni. Tehát fel kell lazítani a közlekedési dugót, és engedni a járműveket menni. Meg kell javítani az útpályát, el kell hárítani az akadályokat, és akkor tudsz haladni az utadon. Tehát azok az akadályok, amelyek bennünk vannak, a ragaszkodó tudat, az állandóan jóban, rosszban gondolkodó tudat, a mindenre állandóan emlékezni akaró tudat, vagy a semmire sem gondolni akaró tudat. Ezek mind-mind olyan szokások, amelyek akadályokat teremtenek. És ezzel megteremtjük a saját szenvedésünknek az okát. Ennek a törvénynek a megismerése nélkül nem tudsz irányt váltani. Ugyanis mindig valamilyen szokást, beidegződést követsz, külső kívánalomnak vagy kényszernek akarsz megfelelni, és tökéleteset akarsz alkotni úgy, hogy nem láttad be, hogy ezt nem lehet tartósan és maradéktalanul megtenni. A legtökéletesebb alkotás is elporlad, elmúlik, átalakul, semmi sem kivételez alól. Ha megnézed ezt a négy nagyon fontos igazságot, a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetésének az útját, joggal teheted fel a kérdést, hogy mindezt mi teremti. És a Buddhának a legalapvetőbb felismerése 2550 évvel ezelőtt az volt, hogy ezt a tudatunk teremti. Más lényeknek más a világuk. Ugyanezen a földön élünk, de a madaraknak, az emlősöknek, egyéb állatoknak, növényeknek teljesen más a világélményük, más a tudatosságuk, és éppen ezért más tevékenységeket végeznek. Az ember teszi föl egyedül a kérdést, hogy ki vagyok én. Nekünk probléma az élet és halál körforgása. Nekünk probléma a jó és a rossz megjelenése. Nekünk probléma az, hogy múltra, jelenre és jövőre tagoljuk az időélményünket. Nekünk probléma az, hogy csak három térdimenziót tapasztalunk. Nekünk probléma az, hogy a fény egyrészt nagyon gyorsan megy, másrészt pedig kétségbejtően lassan. Nekünk probléma az, hogy ez a test 70-80 évnél tovább nem él.
Mi szeretnénk örök életet, és mi vagyunk mulandóak. Mi szeretnénk tökéletesek lenni, de folyamatosan egymás hibáit látjuk. Mi szeretnénk feltétel nélküli szeretetben élni, és mi vagyunk azok, akik megrontják a kapcsolatainkat. Miért van ez? Ezt a világot, ahogy éled, a tudatod teremti. A gondolatod, a beszéded, az érzéseid és a cselekedeteid. Ebből áll össze ez az élmény. Egyszerűen fogalmazva, egy olyan járműved van, egy újabb négyest hozok ide, ami gondolkodik, beszél, érez és cselekszik. És most nézd meg a gondolataidat, érzéseidet, beszéded és cselekedeteidet. Ezek egy irányba mennek? Vagy pedig mondasz valamit, de közben nagyon mást érzel. Gondolsz valamit, de teljesen mást teszel. Érzel valamit, de nem mered kimondani. Találkozol valakivel, de mást mondasz neki, gondolsz róla, és érzel felőle, és a cselekedete is egy teljesen más, egy negyedik irányt vesz föl. Ezt hívjuk a lét széttagoltságának. Ezt hívjuk annak, hogy nincs egységes élményed. És a meditációval pontosan ezeket a széttartó szokásokat, ezeket a dualisztikus hajlamokat lehet meglátni, meghaladni, és később felülírni. Ha ezt nem teszed, akkor egy olyan járműben ülsz, ahol a kerék, az a sok-sok kerék, az a négy kerék, az nem egyfelé megy. Képzelj el egy olyan autót, hogy a bal első kerék Karcagra menne, a jobb első Miskolcra, a bal hátsó Szolnokra, és a jobb hátsó pedig Nyíregyháza Záhony. Az az autó nem sokáig menne. Pedig nézd meg, hogy mi nagyjából így éljük le az életünket. Az érzéseink valahol erre mennek, a gondolataink valahol arra, a beszédünk erre, a cselekedeteink meg arra. És ez nem csak az egyén szintjén igaz. Nézd meg a családodat, ahol élsz. Mit akartok? Mit tesztek? Mit gondoltok? Mit éreztek? És itt nem ugyanolyanságra vagy uniformitásra szólítok fel, remélem nem így értette senki. Itt irányvételre vagy egységességre szeretném a figyelmet felhívni. Tehát ha te eldöntesz valamit, akkor tedd azt, gondold azt, érezd azt, és azt mondd. Mert ha nem, akkor elkezd az életünk széttartani, széttörni, felaprózódni. És ezért vannak azok a fogadalmak, vagy azok a törvények, amelyek betartásával felismerhetsz nagyon fontos dolgokat, legfőképpen felismerheted és tapasztalhatod igazi önmagad. Tehát az, hogy ezek a létrészek, az életednek ezen alkotó részei, ezek más irányba mennek, ezt hívjuk léthazugságnak. Nagyon sok tanító beszél róla, és magyar nyelven Hanvas Béla az, aki nagyon-nagyon szépet írt erről, és mélyen igazat, hogy a léthazugság az a létrontásnak az alapja. Ezt kapod kívülről is, és belülről is. És a szellemi gyakorlatnak, a szellemi útnak az a legfontosabb ismérve, hogy ezeket a szokásokat, hajlamokat, beidegződöttségeket mind hátrahagyod. Ez nem te vagy. Ez az, amivel egyrészt leszülettél, másrészt bevonzottad és megkaptad. De ez nem te vagy, és ez nem az utad. Tehát a zen kérdést tesz föl, miután meglátta, hogy ezen az úton így nem lehet menni. Elsősorban ki az, aki ezt választja, hogy úton jár? És a válasz az, hogy csak felismerheted, hogy úton jársz, mindenki azon van. A születéstől a halálig meg nem tudsz állni az időben. Egyetlen egy pillanat sem lassul vagy gyorsul. Tehát születéstől halálig utadon vagy, sőt, még az előtt és az után is, csak felismered-e. És az emberek nagy része nem ismeri fel, hogy mulandó, nem ismeri fel, hogy az időben halad, hogy egyetlen nap sem jön vissza, hogy minden pillanatot pótolhatatlan. Az út ott kezdődik, hogy belátod az okozatiságot ebben az időben, ebben a kontinuumban.
És akkor tudsz választani, hogy milyen irányba szeretnél menni. És ez az irány a saját szempontodból, a saját felfogásodból le kell, hogy tisztuljon. Tehát az a kérdés, hogy ki vagyok, az nagyon-nagyon komolyan követendő azzal a kérdéssel, hogy mi a dolgom. Megint csak nagyon sokan szeretnék nekünk megmondani, hogy mi a dolgunk. A szüleink, a testvéreink, a nővéreink, barátaink, ellenségeink. Vagy így, vagy úgy, de meg akarják nekünk mondani, hogy miért vagyunk itt, mi a dolgunk, mit kezdjünk az életünkkel. És van, aki nagyon jót mond, és nagyon közelít, van, aki pedig nagyon messzit. Honnan ismered fel? Mi az a tudatosság, ami benned eldönti, meglátja, hogy pontosan mit hoztál ide, miért vagy itt? Ennek a törvénynek a felismerése, a benned levő működés felismerése alapvető szükségletünk. De ezen szükséglet tényleges kielégítése helyett, tényleges önmegismerés helyett nagyrészt pótcselekvésekkel élünk. És ezek a pótcselekvések önmagukban nem lennének rosszak, tehát az, hogy szórakozunk, hogy jól érezzük magunkat, hogy megpróbálunk boldogok lenni, ezek mind a helyükön vannak. Csak az a kérdés, hogy mi az, amit nem teszel meg, ami e helyett ugye, történhetne. És e helyett feltehetsz kérdéseket. A beidegződések helyett választhatsz tisztán. És az az úton járás, ami mindenkinek lehetőségei között van, az nagyon keveseknek adatik. Miért? Mert nem tudod kívülről megkapni. Ahogy az igazi emberi természetedet sem kívülről kapod valami módon, úgy az útra térés, az út felismerésének a választása sem kapható meg kívülről. Rávezetni lehet, tanítani lehet, de a szabadságot így csomagba, tablettába vagy egyébbe adagolva nem lehet adni, mert pont ezzel vettem el a szabadságodat. Az első pillanattól kezdve mélységes tisztelet övezi az embert minden hibánkkal egyetemben. Miért? Mert bennünk van az a szikra, amely szabad akaratból tud dönteni. Bennünk van az a felismerés, hogy látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolkodunk. Bennünk van az, hogy dönthetünk. Ez sem az út elején, sem a közepén, sem a végén nem szabad elvenni senkitől. És ha megnézed, nagyon sokan arra kérnek, hogy ezt add fel. A legelső, hogy add fel a szabadságodat, a szabad döntésedet. Add fel azt, hogy a saját szemeddel láss, a saját füleddel, ha is a saját tudatoddal gondolkodj, és a szíveddel érezz. Ennek a feladása nagyon súlyos, mert az emberek mindig azt érzik, hogy valamit kapnak majd cserébe, valami szentet, magasztosat, valami többet, mint ami ő maga valójában. És itt hatalmasat lehet tévedni, és hatalmasat lehet bukni. A Zen tanítása szerint a felismerés lehetősége, a megvilágosodás természete mindenkiben megvan. Kivétel nélkül. Csak mennyire borítod lesz le a saját szokásaiddal, a saját karmáddal, a saját azonosulásaiddal, a saját illúzióiddal, mennyire takarod ezt el? Mennyire vagy kész leásni érte? Tehát valójában mélyen megkérdezed-e, hogy ki vagyok én? Mi az az én? Mi az, ami belőlem azt mondja, hogy én? Ez az én, ez tényleg az, hogy ego sum? Tehát az egoitásunkkal vagyunk azonosak? Vagy pedig van valami, ami látja ezt az egészet, és valahol meg tudja haladni, valahol felismeri a törvényszerűségeket? Az lenne a szép, ha olyan világban élnénk, ahol a világ és a tudat, az ember és a környezet valós működésével összhangban hoznánk emberi törvényeket, szabályokat. De úgy tűnik, hogy ez nem nagyon sikerül. Úgy tűnik, hogy van a jog és van az igazság. Van az, amit igaznak érzel, és van az, amit követned kell, különben büntetést kapsz. És a dolgunk az, hogy lefordítsuk a törvényeket valódi működésre, úgyhogy a jog és az igazság találkozzon.
a benned lévő és a rajtad látszólag kívülálló egyé váljon. Hogy őszintén és világosan tudjunk élni, a mások szemébe nézni, emberi kapcsolatokat teremteni, és olyan minőségben élni, amit a legjobbnak látunk magunknak és másoknak egyaránt. De ehhez el kell jutni. Az egyik legfőbb kritérium ennek az útnak, hogy ne ijedj meg a félelmeidtől. Ne félj a félelemtől. Állj vele szembe, lásd meg, és a látás által old fel, szabadulj meg ezektől a félelmektől. Vedd észre, hogy a félelem az a tudatban lévő akadály, a fel nem ismert törvény, a meg nem látott igazság. És hogyha ez elhárul, akár egyszerre, akár fokozatosan, azt hívjuk akadálytól mentes tudatnak, félelem nélküli életnek és felébredett elmének. Keveset hallhattál az Zen történetéről, mert az most nem fontos. Ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő. Az okozatiság, az eredmények és a teljes szabadság, a friss cselekvés, az új kreatív mozdulat ebben a pillanatban érvényesül. Ezért mondhatta egy nagy kínai mester a Gyémánt szútra alapján, hogy az a tudat, amely múltra, jelenre és jövőre van széttagolva, az nem érheti el a felébredést. Ezért tanítja az Zen, hogy gyere vissza ebbe a pillanatba. És ebben a pillanatban tiszta, tükörszerű tudattal láss. Mi ennek a feltétele? Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolat a fejedben. Nincs jó és rossz, élet és halál, olyasféle dualisztikus élmény, amely szokásokat, személyiséget, múltat, jelent és jövőt teremtene. És ez a pillanat, a tiszta pillanat, a tiszta, tükörszerű tudat pillanata, amely végtelen tér és végtelen idő, ez az, ami mindegyikünknek a lehetőségei között van. Ez az, amire fel tudunk ébredni. Ez az, amit tudunk használni. Nem adhatom neked meg, mert már rég benned van. De segíthetünk abban, hogy ezt a maga valóságában éld, és ne tévezd össze valami mással, ne tévezd össze a felhalmozott karmáddal, ne tévezd össze a hajlamaiddal, ne tévezd össze a gondolataiddal, érzéseiddel, cselekedeteiddel és beszédeddel. De lásd meg, hogy mindez onnan jön, és oda tér vissza. Tehát igazi énünk, igazi önvalónk az alfa és az omega, a kezdet és a vég, amely ebben a pillanatban akadálymentesen és hiánytalanul érvényesülhet, ha te is úgy akarod. Ezzel a felismeréssel és ezzel a tapasztalattal lehet a szenvedés tényét meglátni, az okát felismerni, a megszüntetését kijelölni, és a megszüntetés útját járni. Ez az a tudat, amely mindegyikünknek a Buddha természete. Ez az a tudat, ami az úton jár, és az út maga. Bevezetőnek szerintem ennyi elég. És hogyha most a tisztelt hallgatóságban van bármilyen kérdés a Zen gyakorlatát, elméletét, miben létét illetően, azt nagy szeretettel várom. Mondd. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy igaz természetünk az út, tiszta tudatunkkal látjuk meg az igazságot, és az életet teljes önvalónkkal éljük. Amikor ezt átfordították, először görögre, utána latinra, akkor ennek az énnek azt a szót adták, úgy jelölték, hogy ego. Ego sum via veritas et vita. Lett ez így latinul. De kiderül, hogy ez nem az egoitásod.
nem a személyiséged, hanem az, ahonnan ez jön. Az, ahonnan ez származik. Ahonnan először megszülettél, és ahová az utolsó inkarnációd után visszatérsz. Amit meglátsz abban a pillanatban, hogy kilépsz a testből, és élsz egy kicsit. És utána pedig megint megszületsz. Tehát ez az igazi önvaló nagyon nem az az ego, amit mi annak tudunk most, és amit élünk saját magunknak. És pont ez a tévedés az oka, hogy a Buddha ezt az állapotot nem énnek mondta, és nem is annak az isteni énnek, Átma Brahmannak, aminek a hinduk hitték akkor. Tehát ez, amiről beszélünk, nem a saját egoitásod, és nem egy szuperisteni ego valami fönt, ahonnan úgy gondoltuk, hogy valaki leosztott minket. Nagyon nehéz az embereknek elhinni azt, hogy ez az intelligencia nem személyes, hogy itt az energia és az információ nem különül el, hogy itt a tér és az idő nem vált szét, hogy a pillanatban akkor, ebben az állapotban nincs múlt, jelen és jövő. És ezért ez nem hit kérdése. Mi nem azt kérjük, hogy te itt higgyél el bármit. Ha a tudatodban lehetőség nyílt, akkor gyakorolj, és tapasztald meg, hogy mi az az én. Mit nevezünk egónak, vagy mit nevezünk anátmannak, nem énnek. Mindegy, hogy hogy jelölöd, tapasztald meg. Mert az a hitednek az alapja, az igaz hitednek az alapja, a tiszta tapasztalás. Ami itt, ebben az értelemben a tiszta tapasztaló, ahol az alany és a tárgy nem különült el. Ezért ezeket a tévedéseket a Buddha illúzióknak mondja, dualisztikus illúzióknak. Megjelenik az én, megjelenik a más, megjelenik a személy, megjelenik a világ. Amikor ezeket a dualitásokat felszámoltuk, az én és a nem én illúzióját is felszámoltuk, akkor a tudat letisztul, mint a tér, és olyan lesz, mint a tükör, amelyben minden úgy látszik, ahogy van. Ezt hívjuk a világ olyanságának. Szanszkritul tathatá. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy se az írásokhoz ne ragaszkodjunk, se a szavakhoz, se a gondolatokhoz, és a közvetlen tapasztalásból merítsünk hitet. És nem valamilyen gondolmánynak, ember alkotta, ember leírt a gondolmánynak a követésével. Jó? Mondd. Tehát, ha jól értem, akkor ez maga a szemlélődés? Része. A szemlélődés az része ennek, de nem az egésze. Tehát ahhoz, hogy ezt a nem mozduló tudatot megtapasztald, ahhoz kell a nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló gondolat, nem mozduló érzés. Ez pontosan úgy működik, mint amikor a széfnek van mondjuk 4 zára, és ezt a 4 zárat kinyitod, és amikor az ajtó feltárul, a széf eltűnik. Az énednek a fala eltűnik. Az egoitásod kicsi, biztonságra törekvő dobozkája eltűnik. És ez a kezdet. Mert a szemlélődésből tiszta felismerés származik, és ebből az, hogy mi a helyzeted, mi a kapcsolatod, és mi a teendőd. Tehát ekkor lesz a szemlélődésből cselekvés. És a tisztán látó cselekvés az a szemlélődésnek az eredménye. És a forrása is, mivel meg kell nézned, hogy mit csináltál. A szemlélődést, ahogy feltetted a kérdést, a kínaiak Wu Wei-nek, koreaiak Mu Wei-nek hívják. Ugyanaz a karakter, más az ejtés. Ez a szemlélődés, ez nagyon fontos, és ehhez a szemlélődéshez pontosan az kell, hogy a gondolat nem mozdul, a beszéd nem mozdul, tehát csendben vagy, látod az érzéseidet, és nem táplálod őket, engeded, hogy azok szépen eloszoljanak, és nem cselekszel, tehát a test is mozdulatlan. De ez önmagában nem elég, ez tényleg csak a fele. És a másik fele az, hogy a belátás segítségével átalakítod a karmádat. A belátásod felismerést hoz, a felismerés új cselekvést hoz, új beszédet, új gondolatot és új érzést hoz. Ezért mondják a meditátorok azt, hogy akármilyen hosszan csinálják, még mindig lehet. És akármilyen hosszan csinálják, sosem unalmas. És bármikor abba hagyják, már frissebben cselekszenek, frissebben gondolkodnak, frissebben éreznek és beszélnek.
Tehát ha csak egy percre ülsz le, már nem tudsz ugyanúgy fölkelni, mint hogyha nem ültél volna le. Tehát már egy perc is óriási változást tud hozni, és néha 100 élet is kevés. Tehát a szemlélődés nagyon fontos, de része ennek az útnak, és a szemlélődés alapján a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés, az pedig az élet élését teszi lehetővé. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Nem tudom, hogy ide kapcsolódik. Én a halogatásról szeretnék kérdezni, hogy mi az alapja a halogatásnak? Halogatásnak az aprócska félelem az alapja, hogy mi van, ha megtörténik. Azt lenne jó látni, hogy egy cselekvésnek mindig van eredménye. De csak akkor van megfelelő eredménye, hogyha azt megfelelő időben tesszük. Tehát a halogatásnak az ellenszere az az időzítés. Világos, hogy nem akarunk Hübele Balázs módjára egy bum, így belerohanni dolgokba. Az emberek azért szoktak halogatni dolgokat, mert joggal tartanak a következménytől, még úgy érzik, hogy nem látták át. Viszont olyan is van, hogy már átlátták, de még mindig nem merik megtenni. És ez az a félelem, amit nagyon sokszor egy olyan ember, egy olyan család, egy olyan társadalom felhalmoz, ahol a törvények nem világosak, nem egyértelműek, túl gyorsan változnak, és nem követnek egy következetes irányt. Tehát hogy lehet ott vállalkozni, ahol évente változnak az adótörvények? Tehát akkor az ember halogat, mert nem tudja, hogy mi lesz a következménye egy nagy beszerzésnek, vagy egy nagy üzletnek. Hogy lehet például egy olyan társadalomban kapcsolatokat tartósan létesíteni, ahol mondjuk az erkölcsiség törvényei nagyon gyorsan tudnak változni? Egy-két évtized alatt teljesen át van írva mondjuk egy emberi kapcsolatnak a törvényrendszere, vagy a szabályrendszere. Tehát a halogatás az félelem. Egy olyasféle félelem, hogy mi van, ha megtörténik, nem látom át a következményeket. Ennek az ellenszere az, hogy elég következményt láttam-e. Tehát felteszem a kérdést, eleget láttam abból, hogy mi lesz, ha ezt megteszem? És egy idő után elégnek kell lennie. És azt mondom, hogy eleget láttam, eleget tudok, és időzítem, hogy mikor teszem meg. Ez a második kérdésem, az időzítés, tehát az időtolódás, az idő halogatása. Szerintem ezt már megválaszoltam, amikor az elsőt föltetted. Igen. Jó, tehát ezeket szépen egybelátod, és akkor nem halogatsz, hanem ha kell, kivársz, türelmes vagy, de a dinamizmus nem vész el, és pontosan ott és akkor teszed, amit kell, mondod, amit kell, amikor annak épp meg kell történnie, és ahogy meg kell történnie. A meditáció a világgal való egyéválást adja, a pillanatban való intenzív, világos jelenlétet adja. És ebben a jelenlétben van egy szinkron élmény, az egyéválás élménye, hogy többet nem érzed úgy, hogy rossz helyen, rossz időben voltál. Most nézd meg, hányan élünk úgy, hogy basszus, már megint baleset volt velem. Már megint rossz helyen, rossz időben voltam. Már megint valami történt, amit nem akartam, és nem tudom, miért történt velem. És kiderül, hogy a tudat teljesen máshol van. Teljesen be van borítva az illúziókkal, az elvárásokkal, a félelmekkel, a vágyakkal, a haraggal, mindennel be van borítva, és nem tud letisztultan működni. Tehát nem tud egyéválni, tehát nem tud jelen lenni a pillanatban, tehát nem tud időzíteni. Jelen vagy, tiszta tudattal, ez a pillanat letisztul, világos lesz, és az időzítés nem lesz probléma. És a helyzetfelismerés sem. Az idő és a tér az ebből a szempontból teljesen metszőpontban van. Tehát ha jó időben akarsz lenni, akkor jó helyen is kell, hogy légy. Oké? Okay? Szívesen. Én azt kérdezném, hogy mi az az aranyszabály? Miért arany, Csabi? Azért arany, mert az aranyat az állandósággal és az értékkel és az átválthatósággal azonosították. Ezüstöt is, csak nem olyan volt a fénye, mint a napnak. Olyat nem mondjuk, hogy ezüst szabály, mert az olyan másodrendűnek tűnik. Aranynak mondjuk, mert az az első rendű, mint a nap, és hát nem rozsdásodik, önmagától nem alakul át, nagyon stabil. Tehát az aranyszabálynak azt mondjuk, ami a nem változó szabály, tehát a törvény. Na most az arany szabály helyett én szeretnék egy másik aranyfogalmat bevezetni, ez az arany középút.
És Horácius nagyon sokat írt arról, hogy hogyan ne veszítsük el ezt a középutat, de a birodalom nem nagyon hallgatott rá. Miért is hallgatnának egy költőre? Ugye az értelmiségnek az a dolga, hogy a hatalmat szolgálja, mondják a hatalom gyakorlói. És hogyha nem hallgatnak egy magasabb rendű tudatra, akkor valószínűleg a hatalom gyakorlása eléggé alacsony szintű lesz. Az az értelmiség, amely kiszolgálja a hatalmat elveinek a feladásával, és nem elveinek az érvényesítésével, valami olyat tesz, ami esetleg segíti a birodalom építését, ezt Ázsiában, Európában, Amerikában mindenhol láttuk, de valahol elárulják azt a törvényt és azt az aranyszabályt, amely mentén az emberek egy szenvedésmentesebb életet folytathatnának. Ezt hívják az írástudók árulásának. Tehát az aranyszabályra vigyázzunk, hogy mit nevezünk aranyszabálynak. Tényleg arany középen tart az az aranyszabály? Tényleg az aranykort hozza az aranyszabály? Tehát mi az az érték? Melyek azok az értékek, amelyek mentén élünk? Amelyekben hiszünk? Amelyekért képesek vagyunk kiállni? Amelyekkel segíteni szeretnénk? Hallgatom. A meditáció és az ima közt mi a különbség? Hatalmas. Tehát a meditáció az olyan, hogy nem szeretnénk vele úgy különösebben kívülről kapni semmit. Jó? Tehát a meditáció ebben az esetben, az európai kultúra alapjait nézve, az nem egy olyan dolog, hogy szeretnék valamit egy fölsőbb létezőtől, hatalomtól, vagy fölsőbb létezőktől és hatalmaktól kapni. A meditációval egy belső tapasztalatot szeretnék elérni. Igazi önvalómat szeretném tapasztalni. Ezt az imával nem tudom megcsinálni. Az ima tradicionálisan azt jelenti, hogy hiszek valami vagy valaki felsőbben, nagyobban, mint én, ő benne hiszek, ő hozzá imádkozom, és ezért én kapok valamit, védelmet, jólétet, szerencsét, stb. Stb. A meditációban nincs ilyen. A meditációval igazi önmagamat tapasztalom, amely viszont mindenkiben ugyanaz. Ez a buddha természet mindenkiben ugyanaz. A világban is ugyanez a lényeg. Tehát az ima az valaminek az elérése odakint, odakintről valaminek a megkapása, a meditáció pedig magunkban egyfajta lényegi tapasztalás. Jó? Nagyon szívesen. Más kérdés? Bármilyen? Oda tessék. Azt szeretném kérdezni, hogy ebben a zen meditációban, a meditáció közben kap az egyén segítséget? Persze. Az egyén kap segítséget. Aha. Egymástól kapunk segítséget, hogy egyszerre csináljuk. Abban óriási erő van. Tehát az, hogy te nem vagy egyedül, és nem kell a falnak fordulva ülni 9 évet, mint Bodhidharma, hát ő neki már nem kellett ahhoz segítség, de azért mégiscsak elég nagy erőfeszítés. Egyszerre csináljuk, hogy mindenki ugyanazt keresi. A zen meditáció alatt akármilyen módszert választasz, a végcél ugyanaz. És nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni azzal, hogy jelen vagyunk ugyanabban a térben, ugyanabban az időben, és a tudat ugyanarra megy. Ez óriási. És ezért a közösségi meditációk nagyon-nagyon erősek tudnak lenni. Tehát itt az egész sokkal, de sokkal hatványozottan több, mint a részek összege. Ez azért, hogy tapasztalj. Nehogy az legyen, amit hiszel magadról, az legyen, amit tapasztalsz magadról. Nagyon másképp élnénk az életünket, hogyha ez lenne. És ezért van az, hogy Tájföldön a király elmegy szerzetesnek, mielőtt trónra lép. Van úgy, hogy 1 év, van úgy, hogy 2 év, aztán kis tafírozzák. Viszont nagyon komoly belső tapasztalattal és tiszta tudattal lesz király. Tehát ott a kultúra nagyon szépen szolgálja a társadalom egészét. Az értelmiséget, az uralkodó osztályt, kereskedőket, dolgozókat.
ezek a csoportfelosztások, ezek minden társadalomban megvannak. Nem tudsz olyan emberi társadalmat mutatni, ahol ez a négy nagy ne lenne meg. És mindegyik csoportnak szüksége van valamiféle tisztánlátásra ahhoz, hogy a többi csoporttal megfelelő viszonyban legyen, és önmagában helyesen működjön. És egy kis kitérővel elmondom azt, hogy mi van akkor, hogyha túlsúlyba kerül egyik vagy másik. Az értelmiség a szanszkritul brámin. Hogyha túlsúlyba kerül, akkor a társadalom csak gondolkodik, nem cselekszik eleget. Ilyen szinte nincs. Tehát nem volt olyan papi, szerzetesi, értelmiség vagy egyéb réteg, amelyik ezt nagyon sokáig tudta volna csinálni, vagy olyan művész réteg, olyasféle korszak, amikor ez nagyon sokáig érvényesülhetett volna. Ilyen például a horáciuszi aranykor, ilyen az Erzsébet királynékor, ugye nem sokkal 8. Henrik után, amikor már ideje volt egy kis békének, és ilyen például az az időszak, ami nagyon sok intellektuális, szakrális és művészi termékkel jár. Ez az, amikor a bráminok túlsúlyba kerülnek, de ez sohasem okozott eddig egyensúlyvesztést. Ázsiában is volt ilyen, ez volt a Tang dinasztia. A második, amiről nagyon tudunk, az az uralkodók, tehát a hatalom gyakorlóinak a túlsúlyba kerülése, ezek a ksatriák, a vitézek, a hatalom gyakorlói, a külső hatalom megteremtői és birtokosai. Amikor ezek túlsúlyba kerülnek, akkor van diktatúra. Akkor mindenkinek megmondják, hogy mit kell csinálni, az értelmiség mit gondoljon, a kereskedők mivel kereskedjenek, a munkások mit dolgozzanak. És ez általában nagyon rövid életű. Még akkor is, amikor más osztályokkal, például a munkás osztályjal szövetséget kötnek, ennek az országnak 42 éve volt arra, hogy ezt megtapasztalja, tehát a ksatriák és a sudrák, a vitézek és a munkások szövetségéből állt össze a proletár diktatúra, a kommunizmus és később a szocializmus, melynek következtében elsorvadt az értelmiség és a kereskedő réteg, a vaisják. Ezért volt hiánygazdálkodás, ezért volt gondolatrendőrség, ezért sorvadt el az a társadalom, aminek a felét lebénították. Tehát nézd meg, hogy amikor a harmadik típusú túlsúly kerül hatalomra, ez a vaisja, kereskedő réteg túlsúlya, ez az abszolút fogyasztói társadalom. A fogyasztás minden társadalom típusban jelen van, de a fogyasztói társadalom áll meg az anyagi fogyasztásnál, a materializmusnál, és minden más alá van gyűrve. Alá van gyűrve a katonai doktrína, nézd meg, hogy kereskedelmi háborúkat vívunk mostanában, és nem ideológiai vagy vallásháborúkat, amelyek nem voltak jobbak, de más természetűek és más alapon kiinduló háborúk voltak, mint a mostaniak. És az értelmiség persze, hogy akkor a kereskedőket szolgálja ki, és kereskedelmileg eladható alkotásokat gyárt, és a művészek is főleg pénzben gondolkodnak, és nem egy művészi ideál megvalósításában. És ez is egyensúlyzavarhoz vezet, mert hogyha nem tisztelem és nem hozom egyensúlyba magamat a másik hárommal, akkor hiába gyakorlok nagyon erős pénzügyi hatalmat, a pénzügyi hatalom önmaga súlyától berogyik. Ezek a pénzügyi és gazdasági válságok, amelyek már nem olyan természetűek, hogy kifogyott az ezüst Dél-Amerikából, lásd spanyol birodalom bukása, hanem a gazdasági pénzügyi rendszer termeli ki azokat a hibákat, amelyek a 87-es és például a 2007-es válságokat okozták. A másik rész, amely szinte soha nem történik meg, az a negyedik, ugye a munkásosztály túlsúlyba kerülése, ezt a felső három egyikének az akarata nélkül nem tudja megtenni. Amerikában ilyenek a szakszervezetek. A szakszervezetek pontosan azokkal lépnek szövetségre, akik a munkásosztálynak az emelkedését tudják biztosítani, és ezért beépülnek mind a vaisják közé, a kereskedők közé, tehát aktív tárgyalás van a gyáriparosokkal, és a hatalomba, tehát a hatalom gyakorlói közé is. De önállóan csak úgy, hogy a munkásosztály önmaga nem tud hatalmat gyakorolni, csak azt tudja, hogy az értelmiséggel, a hatalomgyakorlókkal és a kereskedőkkel szövetségre lép. És ez egy érdekes történet, amikor ez fölülről vissza van igazolva, amikor ezt felismeri az értelmiség, felismeri a ksatria, hatalomgyakorló társaság, és felismerik a gyáriparosok is,
akkor kialakul egy ilyen svéd típusú, már majdnem szocialistának nevezhető kapitalizmus. És itt az a helyzet, hogy itt ronybabáztunk már nagyon sok évszázadon keresztül, hogy melyik társadalmi csoportnak kellene túlsúlyba kerülnie, és gyakorlatilag egyik se nyer. Ha túlsúlyba kerül, az olyan, mint a rákos daganat a test bármely részén. Mindegy, hogy májrákod van, tüdőrákod van, agytumorod van, akkor is elpusztulsz. Tehát mindegy, hogy melyik társadalmi csoportnak lesz túlsúlya, vagy burjánzik, a társadalom egészére nézve mindegyik káros. A legnehezebb az ez az arany közép, vagy az az egyensúly, ahol senki sem kap túl keveset, és senki sem kap túl sokat. És mindenki felismeri, hogy mi a dolga, és ezzel a működéssel, ezzel a cselekvéssel, amit felismert, szolgálja a többit, és viszont megkapja azt a szolgálatot a többitől, ami jár neki. Ezt gyakorlatilag az emberiség sosem érte el. Ha elérte, nagyon rövid ideig tartott, és ebből az egyensúly állapotból mindig kimozdult. És az igazi feladat az, hogy találjunk egy olyan egyensúlyi állapotot, ahol csak a szenvedés négy alapformájával kelljen foglalkozni, születés, öregség, betegség, halál. De úgy tűnik, hogy erre most képtelenek vagyunk, túl sok a karmánk, túl sok az ettől elvezető szokásunk, tehát az éhséggel, háborúval, nélkülözéssel és ezekkel az ember által teremtett szenvedésekkel kell foglalkoznunk, ahelyett, hogy a létünk legmélyével foglalkoznánk. Még nem nőttünk föl eléggé, mint embercsoport. Még nem látunk elég tisztán, mint 7 milliárd ember. És hogyha ezt megtennénk, akkor nem egymásnak okoznánk problémákat, hanem a születésünk, felnövekvésünk, aktivitásunk, utána hanyatlásunk, betegségünk és halálunk körülményeit és okait tanulmányoznánk, és nem egymástól vennénk el a falatot, nem egymás fejét vernénk be, nem egymástól vennénk el a földet, nem rajzolnánk át a különböző országhatárokat pár évtizedenként vagy pár évszázadonként, nem ezekkel a teljesen felesleges cselekedetekkel lennénk elfoglalva, hanem létünk lényegével, életünk és halálunk valódi törvényeivel, tényleges körforgásával. És ekkor tudnánk szellemileg felnőni, mint emberiség. Amíg csak a saját karmánkat ismételjük különböző technológiai szinteken, addig ez nem fog menni. Itt létezik a kritikus tömeg elve? Nagyon is, hogy. Nem csak az atomtudósoknál, tudatban is, persze. Tehát amikor a nem mozduló, nem gondolkodó tudatot gyakorlod, létezik egy kritikus tömeg, amikor már a karmádat szépen meg tudod emelni, és arrébb tudod tenni. Persze. Amikor egy kicsit már úgy szlengesen följebb ébredsz, amikor már nem lehetsz ugyanolyan, persze, hogy van kritikus tömeg. A gyakorlatnak is van kritikus tömege, a karmádnak is van kritikus tömege. Ezt mindenki tudja, aki elmegy inni. Van egy kritikus tömeg, azt ott vagy az asztal alatt. Ugye? Ez visszafele is igaz. A kiózanodásnak és a felébredésnek is van kritikus tömege. Hogyan lehet megszüntetni a szenvedés egyik formáját, a betegségeket? Elsősorban azt kell meglátni, hogy a betegségeket 100%-ig nem tudjuk megszüntetni, mert ez a mulandóságunkból, a testünk mulandóságából fakad. Addig, ameddig az inkarnációs cél tart, amíg éljük az életünket, mert élnünk kell, abba beletartozik az, hogy a betegségeknek különböző kezelését, megoldását, gyógyítását keressük. És amíg ez van, addig tényleg menjünk el orvoshoz, szedjünk gyógyszert, rezonáljunk a biorezonanciával, legyünk különböző gyógymódoknak a vevői, és próbáljunk meg életben maradni azért, hogy másokért, ezért a világért és a magunk útjáért egyaránt élhessük ezt az életet. A betegségek tanítók is lehetnek. Ismerjük fel, hogy ha átment a lábunkon a villamos, akkor valószínűleg eléléptünk, tehát akkor valami nem volt tiszta. Ismerjük fel, hogy ha valami miatt szívinfarktust kaptunk, valami miatt az érzelmi életünk valószínűleg nem volt rendben. Tehát ismerjük fel a betegségből azt a karmikus leckét, ami miatt ez szomatikusan testben megjelent. De a betegségeket 100%-ig elhárítani nem lehet. Az élet az egy olyan betegség, ami halállal végződik. De ezen belül
nézzük meg azt, hogy elég tisztán látjuk-e a betegség és az egészség törvényét. Mi az, amitől egészséges vagy, és mi az, amitől megbetegszel. Ennek 4 fokozata van. A legalsóval kezdem. A legalsó az, amikor fizikum, puff, kattan egyet és megbetegszik. Mindegy, hogy bőr, belső szerv, agyad, májad, mindegy. Nem működik rendesen. Ez az a 4. legalsó rész, amikor már szembe kell vele nézni. Tehát nagyon sokáig, én egészséges vagyok, puff, nem vagyok. Tehát akkor már biztos, hogy valami gáz van. Egy szinttel fölötte, a 3. szint, ez az érzelmek szintje. Nagyon sokan érezzük, hogy itt valami baj van. Még fizikailag nem jelent meg, de érzelmileg már ott van a keserűség, a széttöröttség, ez a bizonytalanság, a félelem, mindenféle olyan érzés, amiből azt látod, hogy már nem vagy egészséges. És az érzelmek szintjén, ha megváltoztatod az életedet, akkor újra egészséges lehetsz. De még mindig nem hisszük el. Tehát meg kell betegednünk fizikailag ahhoz, hogy elhiggyük. Egy finomabb jelzőrendszer a 2. szint, ez a gondolatoknak a szintje. Gondolatilag átlátod, még mielőtt rosszul éreznéd magad, hogyha ezt így folytatod, beteg leszel. Ez egy látszólag hideg, intellektuális átlátás. Körülbelül olyan, hogyha kezet mosol, akkor utána meg kell törölközni, mert vizes lettél. Ha nem nyitod ki a csapot és nem tartod alá a kezedet, nem leszel vizes. Ezt a felismerést sem szoktuk igazából felhasználni, miért? Mert túl nagy a zaj. Annyi gondolat van, annyi konklúzió van, annyi variáció van, annyi opció van, hogy nem tudod a jelt és a zajt megkülönböztetni. Ha elég tiszta a tudatod, akkor igen. De általában nem ilyen tiszta tudattal élünk, hanem egy mékkassal a fejünkbe. Mindegyik döngítsél. Melyik az igaz? És éppen ezért az első szint az, ami a hétköznapi ember számára a legtávolibb és a legelérhetetlenebb, mégis ez a primér, és ez működik a legjobban, ez az intuitív szint. Itt nincs gondolat, nincs érzelem, nincs fizikai tünet. Egy pillanatszerű felismerésed van, diszkusszió és egyebek nélkül, ha ezt csinálod, beteg vagy. Vagy most megbetegszel. Ez egy intuitív felismerés, ez egy pontszerű valami. A gondolatban már van folyamat, már van A és B. Az érzelemben nagyon komoly tudattartalmak és energiák mozognak. A testben meg már ott van a fizikai következmény. És az intuíció az nem gondolkodik. Kifejezheti magát gondolatban, érzelemben, cselekedetben, de az intuíciónak az első impulzusa ilyen esetben, hogy azt, hogy ne! Ezt ne! És még nem gondoltad át, hogy miért, még nem érezted át, hogy miért, még nincs fizikai következmény, csak egy olyan impulzus, hogy ezt ne! Amikor az egészségből, ebből a nagyon mély, egész tudatból kilépsz, ott van egy figyelmeztetés. Néha nem is egy. De nem vesszük észre, mert túl finom a jel, túl gyönge. És a zsongásunk, a belső zajunk ezt elfedi. A meditációval letisztíthatod magad olyan finomra, hogy az intuíciódnak ezt a gyönyörűséges, pillanatnyi, látszólag a semmiből jövő és a semmiben menő egyszeri impulzusát megérzed. És akkor egészségben tudsz maradni. Sőt, ez a jelenlét egészséget tud inspirálni másokban. Nem tudja mások betegségét elvenni, az mindenkinek a maga dolga. De inspirálni tud, lelkesíteni tud, mert lélekből jön. És ami a lelkedből jön, az lelkesít. Így az intuitív felismerés a legjobb gyógyszer, mert megelőzi a betegséget. Ha nem, akkor tanulsz. Jó? Szívesen. Bármi egyéb kérdés, ma nagyon termékenyek vagyunk, ez gyönyörű. Ott. Gyakran említed ezt a kifejezést, hogy tiszta tudat. Uh-huh. Hogyan tudom elérni ezt akkor, amikor tényleg rengeteg impulzus ír a világban, a hétköznapi életben? Tehát amikor van szomjas vagy, akkor így áll. Köszönöm. Bővebben? Nem elég? Jó, tiszta tudat, amikor nem ragaszkodsz semmihez,
És itt vagy, ebben a pillanatban, tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán tapasztalsz, tisztán beszélsz, tisztán cselekszel, az a tiszta tudat. Tehát ez úgy van, hogy mindenkinek megtanítjuk a meditáció technikáját, de a technika az nem a meditáció, az csak segíti azt. Tehát nem a poharat iszom, mert a poharat, ha megiszom, akkor hónap nem beszélünk. A vizet iszom, de pohár nélkül nagyon nehéz lenne. Mondod, akkor jó kis bölcsesség, igyad kancsóbul, hát ugyanaz. Tehát valami módon, valami forma kell ennek a tartalomnak, kell technika a meditációnak, különben nem tudod megfogni, és nem tudod elsajátítani. De a technikából nem következik a tiszta tudat. Ez nem egy előre programozott dolog. Itt az van, hogy végzed a gyakorlatot, utána a tanítóval van interjúd, és az interjúban egy olyan helyzetet kapsz, amit tisztátalan, illúzióktól függő tudattal nem tudsz megoldani. Ezt hívjuk koannak. A koan gyakorlat olyan, hogy csak ezzel az előbbi betegség struktúrában említett intuitív tudattal tudod megoldani. A gondolkodóval nem, az érzésekhez ragaszkodóval nem, a fizikai mi voltottól függő tudattal sem. Az intuitív, primér, világos, tiszta tudatoddal lehet csak megoldani a koant, mert a koan gondolkodás, érzés és cselekvés szempontjából paradoxnak, ellentmondásosnak, elviselhetetlennek, kivitelezhetetlennek és megoldhatatlannak tűnik. Tehát ne gondolattal, ne érzelmekkel és ne cselekvéshez kötődő szokásokkal, beidegződésekkel óhajtsd megoldani, mert úgy mindig azt fogom neked mondani a legnagyobb együttérzéssel és elfogadással, hogy helytelen, 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 helytelen. De ha idáig, eddig az intuitív rétegig leásol, erre jó a meditáció, szépen elsepereketed önmagad törmelékét, bejössz az interjú szobába, prezentálod magadat, kérdést kapsz, puff, válaszolsz, gondolkodás nélkül, ahogy kijön, előbb-utóbb helyes lesz. Tehát a tiszta tudatot teszteljük és képezzük. És erre jó ez az egész. Nem csak úgy bele a vakvilágba, aztán majd valamit dob a gép. Ugyanis, hogyha az interjú szobában helyesen megoldod, akkor annak nyomán analóg helyzetet, hasonló helyzetet meg tudsz oldani odakint is. Az interjú szobában nem oldod meg, odakint se oldod meg. És az interjú szobában az a jó, hogy annyiszor hibázol, ahányszor akarsz, ahányszor kell, ahányszor ráveszed magad. De az életben ott nem. Az élet sokkal durvább. Ott hibázol, van úgy, hogy azt az embert arra az életre elvesztetted. Ott hibázol, azt a helyzetet egy életre széttörted. Mert az életben nincs egy undo gomb. Ezért kell nagyon-nagyon észnél lenni, sőt, önmagad lenni, hogy ezek ne következzenek be, mert így gyártjuk le a saját és mások szenvedését. Tehát ez a fajta tudat, amire mi törekszünk, ez nem gondolatfüggő, de gondolatokkal él, nem érzelemfüggő, de érez, nem cselekvés kényszerben van, de mégis cselekszik, és ennek a tesztje és képzése ez a zen gyakorlatban zajlik, és a második, nagyon fontos, nem alárendelt képzése, az pedig kint a valós életben. Mikor téged láttalak és becsuktam a szemem utána, tényleg olyat láttam, amit a filmekben vetítenek le, hogy ilyen körös alagúton mentem valami felé. Mikor kinyitottam a szemem, akkor megláttalak téged. Tehát valami haladtam valamilyen körkörös alagúton. Sok ilyen filmet láttam már, ilyen halálközeli élmények, meg stb. Igen. Csak ezzel, hogy ez tényleg valóság, vagy csak illúzió ez a körkörös dolog? Csabi, én azt tudom neked megmondani, hogy a valóság most, Romkert kávézó, 35 ember. Ez a valóság. Az, hogy te alagutat látsz, embert látsz, fényt látsz, árnyékot látsz, ez a te világod. Ha ez neked így működik, akkor tartsd meg így. Ha nem működik, akkor rendet kell benne csinálni.
Nem fogom neked megmondani, hogy ez most illúzió vagy valóság. Ezt a te tiszta tudatoddal lásd meg. Döntsd el. És akkor az a tiéd. Akkor jó. Az előző életbeli karmánkat hogy tudjuk megnézni, vagy hogy tudjuk meg ebben a jelenben? Ebben a pillanatban jelen van a teljes, nem csak az ezt közvetlenül megelőző életed, az összes életednek a karmája. És ez az, amit a buddhizmus a nyolcadik vagy tárház tudatnak hív. A hetedik az az ítéletalkotó, ahol kialakul az én és a más, a jó és a rossz. A hatodik az aktívan gondolkodó tudat, ahol a fogalmak, a szavak, a gondolatok kialakulnak, az érzelmek is itt tudatosodnak. Ez az, amivel artikulálunk, szavakat, beszédet formálunk. És az első öt az a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Ezek a fizikai testhez jobban köthető tudatok. A hatodik, a hetedik és a nyolcadik az úgy tűnik, hogy az agyhoz kötődik. Ez részben igaz. Amikor a testet elhagyjuk, akkor a hatodik, mint tudatos gondolkodás megszűnik, mert nincs agyad, amivel gondolkodhatnál. Ugyanúgy megszűnik az első öt, mert nincs szemed, füled, orrod, nyelved, tested, amivel ezeket a látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés műveletét végrehajtsd. Viszont a hetedik és a nyolcadik, amit úgy hívunk, hogy mentáltest, ennek nagyon sok neve van, de úgy most ezt nevezzük így, hogy mentáltest, ez megy tovább. És a tartalmától függ, hogy hova megy. Tehát amilyen karmát létrehozol, az ugye hozzáadódik az összes korábbi tapasztalatodhoz, összes korábbi inkarnációhoz, és ennek van egy szummája. És a következő életed, a következő születésed ezen karmikus szummának a függvényében áll össze. És akkor adott helyen, adott időben, adott társadalomban, adott családban megszületsz, és itt az egyetlen egy hiba az az adott, mert ez választott és kiosztott egyszerre. Amit a karmádból nem láttál át, az úgy tűnik, hogy rád van osztva. Amit te átláttál a karmádból és választottad, az úgy tűnik, hogy egy választott, tudatos döntés. Hát úgy képzeljük el, hogy van az érem, és az éremnek van két oldala. Az egyik oldala a szabad akaratod, a másik pedig az a determinizmus, ami a karmádból következik. Az át nem látott törvényszerűségek ismétléséből, bekövetkezéséből következik. Tehát ez egy adott dolognak a két vetülete, ahogy ezt a gyönyörűséges fényt is láthatjuk hullámként és fotonként, részecskeként, ugye a létünk folyamát is láthatod a szabad akaratod érvényesüléseként, és egy végzetszerű folyamatként. Önmagában egyik sem igaz, egyik szélsőség sem igaz. Tehát ezt egyszerre kellene látnunk, és akkor az élet és a halál az nem lesz olyan gyökeresen különböző. Mert az az érdekes, hogy a tudatod akár testben van, akár testen kívül ugyanazt a törvényt követi. Az okozatiság ugyanaz. És akkor nem fogunk annyira félni az átmenetektől. Amikor meghalunk, akkor nagyon sokat félünk, rettegünk, hárítunk, taszítunk, tagadunk, és ettől menthetné meg magát az az ember, aki felismeri az élet és a halál közös törvényszerűségét. És akkor meglátja, hogy a tudatában, a mentál testében felhalmozódott dolgok fölött ő az Úr. Te tudod kiüríteni és ismét megtölteni tartalommal a tudatodat. Te vagy az, igazi önvalód az, ami ennek az egész körforgásnak a kezdete, a vége, az ura, a változtatója, a bevégzője és az elszenvedője is egyben. És ezért nagyon fontos az a gyakorlat, ami az élet és halál valós törvényeire ráébreszt. Mert egyébként csak az időnket vesztegetjük, és megpróbálunk felszínesen valahol boldogok lenni, és akkor kicsit jól érezzük magunkat, aztán alatta ott van a nagy ásító félelem. Ismét jó volt a kérdés. És meg itt van egy. Ez, amit említettél, hogy a
mentális szinten mi vagyunk az urak, vagy ez azt jelenti, hogy a figyelmemet én döntöm el, hogy mire irányítom? Igen. Jó, köszönöm, ennyi. Én kíváncsi lennék arra, hogy a ti megfogalmazásatokban mi az a, az a végcél, és mi az a születés és halál megszűnése után, ami, ami vár az emberre. Mert sokan vannak, gondolom, olyanok, akik, mert mindig mondják ezt, hogy olyan, mint, olyanok vagyunk, mint egy csepp víz a tengerből. És ha beledobják, akkor így szétárad, és akkor semmivé lesz az egyén. Magam is használom ezt a képet, de a vége az más. Hogy tud egy vízcsepp semmivé válni? Gondold el? Nem tudsz semmivé válni, csak a semmi lehet újra semmi. Tehát a vízcsepp, amint visszatér a gyönyörűséges óceánba, az óceánná válik. Újra csepp lehet, ha akar, és az óceánná is válhat újra. Te döntöd el. Tehát amit ugye most hasonlattal fogalmaztunk meg, az a fogadalomtételi szertartásunkban benne van, minden lényt, magunkat beleértve, segítsük belépni a teremtetlen üdvösségébe. Tehát a vízcsepphez képest az óceán az a teremtetlenség állapota, mert az individuumod nem különült el, és nem vándorol különböző vízkörökön keresztül. Ennek a vándorlásnak a megszűnése ez. Hogy ezt mikor teheted meg, nincs külső határ, akadály és feltétel. Neked kell egy szóval eldöntened, hogy elég. Elég volt. Elég volt a vágyakozásból, elég volt a haragból, elég volt a téves nézetekből, és már csak az kell, hogy másokat segíts ezen tudat felé, hogy elég volt. És az az érdekes, hogy mihelyt ráébredtél erre, mihelyt megtapasztaltad igazi önvalódat, onnantól kezdve a segítség teljesen magától jön, mert rájössz arra, hogy a te szenvedésed az mások szenvedése is volt, hiszen másoknak is szenvedést okoztál. És ez vice versa is igaz, hogy mások szenvedése az elért téged. Tehát amíg az utolsó vízcsepp vissza nem tért az óceánba, addig dolgunk van. Mert már az óceán tapasztalatával hívjuk vissza azokat a cseppeket, ha akarnak, térjenek vissza. Tehát ez egy olyan mahajána szemlélet, a nagy járműnek a szemlélete, amely hát inkarnációk tucatjaira munkát ad az embernek. Akkor ez az óceán megtapasztalása, a meditatív állapot megtapasztalása. Jó esetben igen, de meditatív állapotban annyi minden tapasztalsz, Dunát lehet vele rekeszteni. Egyik lehetséges dolog az, hogy ezt a tiszta tudatot, az egyé vált, nem teremtett, nem keletkező és nem múló tudatot tapasztalod. Köszönöm szépen. Szívesen. A meditációban, hogyha jól értettem, akkor ha nem is tudjuk megállítani ugye tudattal, de egy idő után, hogyha leállnak ezek a funkciók, vagy legalábbis lassulnak, valami ilyesmi lehet az, hogy kialakul egy tiszta tükörtudat. Nem? Nem szükségszerűen lassulnak le, most képzeld el, én 23 évet tolom, és nem lassultam le. De lehet, hogy már másképp látom a gondolataimat, az érzelmeimet, a cselekedeteimet. Ez azért fontos, mert ez nem egy lassító vagy gyorsító sáv a nagy kozmikus autópályán, hanem egy új dimenziónak a megnyitása, annak a látásnak a megnyitása, ami eddig csak lehetséges volt, de nem volt valóságos. A meditációval látsz. Amikor kell, lassítasz, amikor kell, gyorsítasz. Pontosan ezek a berögződöttségek, előírt szabályok, ezek szépen elmennek, és a valós törvényeket, a valós működést meglátod, sokkal nagyobb szabadságod van még lassúbbnak lenni, ha az kell, vagy még gyorsabbnak lenni, ha az kell. Ezek a tudatfolyamatok, ezek önmagukban nem jók és nem rosszak, csak nem láttuk meg azt az eredetet és azt az enyészetet, ahonnan ők származnak és ahova visszatérnek. És ezért nem is viszonyulunk hozzájuk helyesen. És képzeld el, hogyha ott vagy egy hajón, és a hajón nem találod meg a horgonyt.
Hát az nagyon nagy probléma, ha le akarná horgonyozni és ott tartani a hajót. Ha nem találod meg, akkor a szél az mindig fújja, vagy zátonyra összetörik, vagy ki a nyílt tengerre, akkor is hajótörés van, mert ott olyan hullámok vannak, hogy ihaj. Megtalálod a módszert, megtaláltad a horgonyt. És szépen lehorgonyzod a hajót, engeded a hullámokon ringatózni, de a kötél nem engedi se zátonyra futni, se a nyílt tengeren hajótörés szenvedni. De ez a tudat folyamataihoz való megfelelő viszonyulás. A horgony az a pillanatban való jelenlét. De mit csinál a nyugati ember nagy része? Tökéletesség és örökélet mániájában le akarja betonozni a tengert. Ne történjen semmi. Hát az a tökéletes meditáció, ugye? Na, ilyen nincs. Megpróbálod lebetonozni a tengert, mindenki hajótörés szenved. Mindenki. Másik, hogy ugye ki akarom szárítani. Ne is legyen vize. Hát akkor meg elpusztulunk. Akkor meg elpusztulunk, mert nincs az élet vize. Nem tudunk akkor gondolkodni, beszélni, érezni és cselekedni. Tehát egyik szélsőség sem jó. És pontosan az ilyen dharmabeszédeknek, a kérdésnek és a válasznak, a későbbi gyakorlásnak pontosan az az értelme, hogy ezektől a tévutaktól óvjuk meg magunkat, egymást és ezt a világot. Úgyhogy ezen az útonjáráson remélem, hogy időről időre találkozhatunk, hogy ezt az utat együtt járhatjuk, és segíthetjük egymást a felébredésben, és ezen a világon a szenvedés csökkentésében, azért, hogy valóban a buddhák útját járhassuk, ne pedig azokat a kényszerköröket, amelyekbe egymást taszítjuk, téves nézeteink, kapzsiságunk és haragunk által. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, azt, hogy ma este eljöttetek. Remélem, hogy minél többötökkel találkozom holnap a gyakorlaton. Jó éjszakát, szervusztok!